Sziasztok! A mai videóban a párkapcsolatról és a várandóságról, illetve ennek a kettőnek az összehangolásáról lesz szó. Ideális esetben már a várandóság előtt mind a ketten felkészültetek a férjetekkel, párotokkal a babavállalásra, és már felkészülten érkeztek a várandóság állapotába. Természetesen itt is el kell mondanom, hogy a legfontosabb, egyik legfontosabb sarokköve az egésznek a kommunikáció, az őszinteség és a nyíltság. Az, hogy új szerepbe kerültök, az nem azt jelenti, hogy elfelejtődik a női és a férfi szerepetek. Nagyon fontos leszögezni, hogy ezek a szerepek egymás mellé jönnek, és nem egymás helyett. Tehát a nő és a férfi helyett nem anyák és apák lesztek, hanem ezek mind-mind megmaradnak, ezek a szerepek. Nyilván az első időszakban az anya és az apa szerep kap nagyobb hangsúlyt, hiszen ez egy új fejezet az életben, és egy új egy alkalmazkodást kíván ehhez az egészhez. Ahhoz, hogy a kommunikációtok rendben haladjon, ahhoz a feszültséget is meg kell tudnotok beszélni, illetve ki kell tudnotok mondani azt, ami bánt titeket. Egy érzelmileg terheltebb élethelyzetben, ami ugye egy kisbaba születését abszolút meghatározza, sokkal intenzívebbek a megélések, sokkal dinamikusabban jönnek az érzések, és lehet, hogy sokkal türelmetlenebbül is szólunk a másikhoz, hiszen akarva akaratlanul a másikon vezetjük le akár a szorongásunkat, vagy a dühünket. Az, hogy türelemmel viseltessünk a másik iránt, az nagyon nehéz ebben a szituációban, és bizony ez egy ilyen pingpong, tehát hol az egyik kötöknek, hol a másik ottoknak kell egy kicsit jobban engedni, és egy kicsit jobban alkalmazkodni a másikhoz. Nyilvánvalóan az édesanya helyzete, hogyha lehet ezt mondani, akkor valamilyen szempontból nehezebb, ha mondjuk szoptat, és a kizárólagossága, a nélkülözhetetlensége az ilyen szempontból is megnyilvánul. Tehát például az etetést akkor így nem tudja átadni a férjének, vagy a nagyszülőknek. Ezért ez is egy nyomás az édesanyának, és ebben kell, hogy segítsétek egymást. Különben, hogyha nem ezeket a feszült helyzeteket nem tudjátok levezetni, ezek igen, ez egy klisés, és mindenhol ezt halljuk, de valóban ezek gyűlnek, és később egy vita alkalmával mindig a másik fejéhez vágjuk, ez hosszú távon nem tesz jót, és nem jó irányba visz. Úgyhogy elsősorban a kommunikáció az egyik, amivel nagyon kell foglalkoznatok, a másik pedig az, hogy várandóság alatt sarkalatos téma, hogy a szexualitásotokat hogyan tudjátok megélni. Megélhetitek-e? Szabad-e? Ez a férfiban is és a nőben is egyébként egy kérdést szokott előhozni. Azt ugye el szokták mondani, hogy egy problémamentes várandóság során nyugodtan lehet élni szexuális életet, ez nem befolyásolja a magzat jólétét. Inkább itt az a kérdés, hogy nektek mire van igényetek, illetve hogy ezek az igények mennyire egyformák. Tehát, hogy az egyik fél erőlteti, a másik fél pedig negálja, tehát nem szeretné, ott viszont már egy feszültséget generáló helyzet áll fent. Illetve van olyan szituáció, hogy a női és a férfi kapcsolatban olyan dinamikák vannak, amik a szexualitást nem segítik. Gondolok itt arra, hogy kialakul egy ilyen testvérszerű viszony, vagy egy olyan aláfölé rendeltség, ahol mondjuk a nő anyáskodik a férje vagy a párja fölött, vagy fordítva a férfi apáskodik. Ezek nem jó irányba viszik el a testiséget is, és hát bizony ki kell mondjuk, hogy ezért egy jól működő kapcsolatban, a kommunikáción túl ennek is nagyon fontos szerepe van, hogy jól működő házasságban éljetek. Azt, hogy a várandóság alatt, illetve után, hogy tudod magadban újra megtalálni a nőt, illetve hogy tudod magad visszavezetni ahhoz megint csak magamat ismételve türelem és idő kell. Függ a szülés módjától, hogy milyen hosszú a felépülésed, milyen hozzáállásod van a testiséghez, ezeknek mind-mind időt kell adni, de általánosan elmondható, hogy általában egy ilyen 4-5-6-7 minimum kell a nőknek ahhoz, hogy lelkileg is át tudjanak újra hangolódni a nőiségükre.
Szokták azt érezni, illetve én azt gyakran tapasztalom, hogy egy nagyon kedves anyuka így fogalmazta meg, hogy nem akarja megcsalni a babáját azzal, hogy a férjével kapcsolatot létesít. És ezeket átbeszéltük, és ezek is nagyon helytálló érzések, ezeket mind-mind ki kell mondani, és így fogod tudni helyre tenni. Hogy megtalálod az okát annak, ami miatt te gátat érzel magadban. Tehát az, hogyha te újra nő szeretnél lenni, újra meg akarod élni a nőiségedet, attól nem hagyod el a babádat, attól nem okozol csalódást, ugyanúgy anya maradsz. Egyszerűen időt kell szánni arra, hogy ezt a két szerepet össze tudjad hangolni. Ez egy tanulás. És minden tanuláshoz bizony idő kell. Viszont az, hogyha erőlteted, és mondjuk nem is a párod erőlteti, hanem te magadnak, azért, hogy mondjuk megfeleljél akár a párodnak, akár a társadalmi nyomásnak, hogy igen, most már nőnek kell lenni, most már feleségnek is kell lenni, különben elhagy a férjed, és mi lesz, akkor megint visszájára fordul ez az egész, és nagyobbat ártasz vele, mint amennyit használsz. Tehát azt gondolom, hogy saját magunkkal lenni, őszintének lenni az egyik legnehezebb dolog, és legnehezebb bevallani azt, hogy mégis mit érzek, viszont a legkamatozóbb. Olyan anyukával is találkoztam, aki azt mondta, hogy ő bizony ott, ahol egy kisbaba kibújt, ott már nem tud elképzelni semmit, hogy ott valamibe menjen, és hogy ez nagyon sokáig gátat képezett benne abban, hogy kapcsolatot létesítsen a férjével. De miután ezeket megbeszélték a férjével, és kimondásra kerültek, egyszerűen lekerül a teher, tehát érzed majd azt a megkönnyebbülést, hogy elmondod, megérted azt, hogy talán lehet, hogy ennek még sincs akkora súlya, és hogy teljesen helytálló az érzésed, hogy nem vagy ezzel egyedül, hogy teljesen jogos az, amit érzel. Egyszerűen elmúlik ennek a nyomása a fejed fölül, és azt érzed, hogy felszabadultál, és igen, elkezd újra az az út kirajzolódni előtted, hogy újra nőként is tudjál élni amellett, hogy szépen haladsz az anyaságodban. Úgyhogy ezeket egybevetve én azt tudom összességében elmondani nektek, hogy azzal, hogy tisztában vagytok mind a ketten egymás érzéseivel, azzal már nagyon sokat léptek előre abban, hogy a párkapcsolatnak a dinamikáját, a házasságotoknak a jóllétét a kezetekben tudjátok tartani, és kimondva a feszültséget, kimondva a gátakat, és azokat integrálva, megoldva, teljes mértékben orvosolható lesz, és újra egymáshoz fogtok találni, és meg fogjátok látni azt, hogy mennyire jó az, amikor tudod váltogatni a szerepeket, hogy tudsz nagyon jó anya is lenni, és tudsz nagyon jó feleség is lenni, és hogy ezek tökéletesen megférnek egymás mellett.